és meg is gondol, késsel húsunkba vár. Két mutató lett a világ, haj le. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napi rendezvényünk a már 5 éven rendszeresen megtartott csoportfoglalkozás része. Már eltelt 5 tanév, először a 4., 5., 6. évfolyamos csoportfoglalkozással kezdtünk, de az igazgató úr kérésére már a 2. évfolyamot tartjuk a foglalkozásunkat. Mint tudjátok, találkozásunk lényege, hogy megismerjük őseink életével, szokásaival, vagyis megtaláljuk helyünket a világban, tudjuk, hogy milyen értékeket hordozunk évezredek óta. Szeretném nektek bemutatni Kamarás István, a Roma Kollégium alapító tagját és kedves feleségét, akik mesélnek életükről és az útról, amelyben elérték céljukat. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon megtisztelő ez a itt lét. Tavim baktáli romelé, hallottam, hogy tudtok cigányul is. Kicsit meg vagyok illetődve, mert egy ilyen fantasztikus, szép cigány gyerekek között lenni, az mindig megható és felemelő. Mondanék egy pár szót majd magamról, illetve kis családomról, életutamról, amennyiben megígéritek, hogy lesz sok kérdés. Tehát, hogyha nem lesz sok kérdés, akkor inkább haza is megyek, hát cigányok vagyunk, egymás között tessék kérdezni. Hát szép fiatal emberek, hölgyek vannak itt, úgyhogy várom majd a kérdéseiteket. Tehát, hogy mindjárt az elejére menjek a dolognak, hát mikor annak idején eszembe jut, mikor ilyen kis cigány gyerek voltam, mint ti, akkor én Szatmárban, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében éltem, egy kis cigány soron, engem is a cigány sor nevelt föl, és hát mezítláb szaladgáltam Glodgatyába, vagy sokszor még az se volt, kis vademberek voltunk. Most nemrég voltam ott Szatmárcsekén, tartottam egy lakossági fórumot, és akkor megkérdeztem a rokonoktól, testvérektől, barátaimtól, régi játszótársaimtól, hogy ti gondoltátok volna-e, hogy mondjuk történész politológus leszek és egyetemet végzek. És mindenki azt mondta, hogy nem. És mondjuk Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy nincs meg bennünk az önbizalom. Annak idején voltam Bonyhádon egy előadásra, és ott volt a Kökény Attila. Kökény volt, Kati? Vagy? Ki volt az az énekes? Nem Kökény Attila volt, mi? Olá Gergő. Fajn kis cigány gyerek az is. Csak azt kérdezte ott a közönségtől, a hatalmas cigány közönsége volt, hogy hisztek-e a csodákba. És azt mondták, ja, és aki hisz a csodába, az emelje fel a kezét. Hát senki nem emelte fel a kezét, mert senki nem hisz a csodákba. És azt mondta, hogy kár, mert én hittem a csodákba, és nézzétek meg, mert fél évvel ezelőtt, még az Árok parton, a Hinárba, a koszt gerebléztem, közmunkás voltam. És bíztam mindig a Jóistenbe, sokat imádkoztam, hogy adja meg nekem azt a lehetőséget, hogy kitörjek, és tessék, most sztár lettem. Most mikor én annak idén mezítláb, félig pucéron, mint egy kis vadember, focistam a barátaimmal a cigánysoron, én se gondoltam volna, hogy onnan van kiút. Senki nem gondolná. És a barátaim se, meg a rokonaim se, a testvéreim se gondolták, hogy onnan van kiút. És van kiút, és én is azt mondom, hogy
Ha valaki nem hisz a csodába, és nem tesz azért, hogy a csoda elérje, akkor az megérdemli, mert hogy van csoda, és van lehetőség a kitörésre, csak akarni kell. És én ott nevelkedtem föl, utána átköltöztem Szatmárcsekébe, utána átköltöztem egy másik szabolcsi kis faluba, Milotára, és hát nemrég, mikor 3-4 évvel ezelőtt volt rólam egy film az M1-en, akkor a milotai magyar gyerekeknek a szülei megkérték a magyar iskolaigazgatót, hogy hozzanak már engem le oda Milotára, mert az ő gyerekeiknek sem sikerült az Eötvös Loránd Tudományegyetemre eljutni, akkor hogy ez a cigány gyereknek meg sikerült? Mi történt? És én elmentem, és hát nagyon jó volt visszamenni abba az általános iskolába, amiben tanultam, ugyanúgy, mint most ti. Tehát, hogy gyerekként nagyon nehéz ezeket a dolgokat átgondolni, hogy micsoda lehetőség van az életünkben, mert azt látjuk, hogy hát nem sok. Mert nagyon nehéz anyagi helyzetben vagyunk, nagyon nehéz szociális helyzetben, sokszor érnek megkülönböztetések, sok problémával küzdünk, mi cigányok, de ennek ellenére van lehetőség. Olá Gergő is megmondta, és én is mondom nektek határozottan, hogy ha biztok és küzdöttök, akkor bárhová el lehet jutni. Fölkerültem onnan Milotáról, Albertisáról, most is élek, és elkezdtem dolgozni. Kétkezi munkát dolgoztam, 14 évesen elmentem dolgozni. 14 évesen. Aztán elmentem egy ilyen gyors talpaló tanfolyamra, aztán még egyre, aztán még egyre, és az egyik barátom mondta nekem, hogy Pisti, neked olyan jó fejed van, miért nem mész el középiskolába? Hát mondom, nem merek. És akkor addig mondta, ez egy magyar barátom volt, és addig mondta, amíg megpróbáltam, bejelentkeztem az Sulek Figyes épületgépészeti technikumba Budapesten, és hát az első évek nagyon nehéz volt, mert már sok évet kihagytam, amit tanácsolok nektek, hogy ti ezt ne tegyétek, mert sokkal könnyebb egyből tovább menni és tanulni, mint hosszú kihagyás után újra kezdeni, az nagyon nehéz. És én elmentem oda, esti levelező iskolába. Hát kőkeményen kellett küzdeni, de aztán egyre jobban megerősödtem, és egyre jobban tetszett az iskola. Tehát az a légkör, az, hogy tudás keveredik belém, hogy másképpen látom a világot, hogy szabadon szárnyalhatok a gondolataimmal. A tanáraim is látták, hogy van egy kis tehetségem, elvittek egy csomó versenyre, szép irodalmi versenyre, történelmi versenyre, egy csomó helyezést értem el, legtöbbször első helyezést. Nagyon büszkék voltak rám abban a középiskolában, pláne akkor, mikor ebből az esti levelezős iskolából, szakközépiskolából, tehát nem gimnáziumból, fővételiztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem nappali tagozatára, történelem szakra, és hát egyből fölvettek. Ezt a tanáraim se akarták elhinni, hogy sikerülni fog, hisz ők is oda jelentkeztek, és őket se vették annak idején föl. Azt mondták, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemre csak az elit emberek, elit gyerekeit veszik föl. Na most nézzétek rám, az én családom közül szinte mindenki analfabéta volt. Senki nem tudott írni, olvasni. Úgy voltak, hogy nem tudtak. Nagyapám talán valamit karcolt, az volt az aláírás, mikor jött a nyugdíja. Nem tudtak írni. A családomnak a nagy része még most se végezte a 8 általánost. Tehát én nem voltam soha elit, engem a cigánysor nevelt föl. Én mindig a cigánysoron éreztem jól magam, és körülbelül most is ott érzem jól magam. És én mégis sikerül. Tehát, hogy van lehetőség, csak akarni kell, és sokat tanulni. De én ezért sokat tettem, és sokat tanultam, és akkor vége az volt, hogy az Eötvös Lórándra fölvettek, a tanáraimat se vették föl, fölvettek elsőre, előkészítő nélkül, pénz nélkül, semmi nélkül, nem kellett hozzá semmi, csak akarat. És meg volt az akarat, fölvettek. Másik évben jelentkeztem ugyanúgy az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, politológia szakra, oda is fölvettek. Aztán elvégeztem mind a kettőt, és jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetemre doktorálni. Oda is fölvettek. Időközben persze jöttek a családi gondok, bajok, politizálásba is belefogtam, mert nagyon fontosnak éreztem, feleségem összeházasodtunk, jöttek a gyerekek, kimentünk egy kicsit, hát mert vándor cigányok vagyunk mi még, a feleségem az olá cigány, én meg tekenős cigány vagyok. És akkor mi még a lelkünkbe vándorlunk. Nem tudunk leülni. Szóval kimentünk egy kicsit vándorolni Kanadába egy 3-4 évre. Elmentünk vándorolni. Utána azt is elegünk volt, akkor kalandvágyból hazajöttünk.
mert ott még sokkal jobb dolgunk volt. Nem az volt a probléma, hogy nem éreztük jól magunk, nagyon jó volt. A feleségem meghalt, vágyba hazajöttünk, most itt újra dolgozunk, és nem adjuk föl. Tehát, hogy van lehetőség, de a tanulás nagyon-nagyon fontos. Tehát, mikor megkérdezik majd tőletek, 20 évesen, 30 évesen, hogy előbb-utóbb megkérdezik, meg rátérnek, hogy milyen iskolai végzettséged van. És akkor mit mondanak a legtöbb cigány? Vagy azt mondják, hogy közhasznú, most ez a menő, a közhasznú munka. Most ez a menő, régen a hölgyek akkor azt mondták, hogy családfenntartó, vagy mit tudom, valami, hogy háztartásbeli. Na most ezt már tudja mindenki, hogy mit jelent háztartásbeli. Az, hogy 8 általános, vagy az sem. Most innentől kezdve a gyereknek is sokkal nehezebb. Tehát, hogyha ti tőletek majd meg fogják kérdezni, hogy iskolai végzettségetek, akkor nem mondjátok azt, hogy háztartásbeli, meg nem mondjátok azt, hogy közmunka, mert nem az a baj, hogy titeket ítélnek meg, de sajnos a gyerekeiteket is, meg a családotokat is megfogják. Na most, ha tetszik, ha nem, mi cigányok vagyunk, mindenki tudja, feleségemről is, meg rólam is. A feleségem is a Miskolci Egyetemen végzett, magyar történelem szakon. Én az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, magyar politológia szakon, és mikor bevisszük a gyerekünket az iskolába vagy a óvodába, akkor muszáj elfogadniuk azt, hogy mi egyetemet végzettek vagyunk. Legalább ugyanolyan, mint annak a tanárnak, de lehet, hogy különb. Hát, hogy ne adjátok le, hogy a gyerekeitek miatt és a családotok miatt, és magatok miatt sem. Mert most képzeljétek el, hogy hogyan lehet boldogulni ebbe az életbe. Hát hogyan lesz világképetek? Hogyan fogjátok látni azt, hogy mi zajlik a világban, és hogyan kellene ebbe a világba jól érezni magatokat? Mikor be vagyunk szükülve, a cigányság 90%-a be van szükülve arra a kis településre, amiben él. Nem tud kimozdulni. Mikor jött a kis babánk, a közös babánk, akkor az én komám, az egy jezsuita szerzetes, Hoffer József atya, ő keresztelte meg a lányomat, és azt mondta Józsi atya, hogy Istvánkám, ez a gyerek többet utazott már hasba, mint más ember egész életében. Hát mentünk Brüsszelbe, Olaszországba, meghívta. Most például kaptam meghívást New Yorkba, hogy menjek előadást tartani. 6 nap, 6 előadás. Ez nektek is működik. Hát nehogy azt higgyétek, hogy én valamivel is külön voltam, mint ti. Semmivel. Meg Kati se. Ő is ott nőtt föl. Most Gadnán, ahova elmentem, olyan állapotok vannak, mint hogyha valami középkori részbe keveredtem volna. Kis ős emberek szaladgálnak ki a házakból. Érted? Hát ő is onnan jött ki. Mikor ő született, még ott a falunak fele magyar része volt. Egyik fele magyar, már 50% körülbelül, mikor ő született. Most van 3 magyar család. 3 magyar család van Gadnán. Már mindenki cigány. A magyarok is cigányok lettek. Asszimilálódtak a cigányok közé. És különben mondok nektek valamit. 20 év múlva, 50 év múlva, max 100 év múlva, egész Magyarországon is ez lesz. A fehér emberek fognak asszimilálódni a cigányok közé. Mert hogy nézzétek meg a mi történelmünket, a mi cigány történelmünket. Ütöttek, vágtak minket, üldöztek, a mi történelmünk, én ezt tanultam, történelmet. A mi történelmünk üldözés történel. Hát elindultunk valamikor talán Indiából 2000 évvel ezelőtt, és ahol voltunk, mindenhol üldöztek. Meg ütöttek, vágtak, meg nem tudták elfogadni a másságot. Az, hogy nekünk más kultúránk van, más nyelvünk van, más szokásaink vannak, minden más. Mindenhol kaptuk a magunkén. Talán a legkevesebbet itt Magyarországon. Tehát mondjuk Európában mindenhol brutálisabban bántak sokkal a cigányokkal, mint Magyarországon. Én nem azt mondom, Magyarországon jaj, de jó, de hogyha összehasonlítjuk, akkor igen. Magyarországon kaptuk a legkevesebbet, és kaptuk a legtöbbet a jóból is, a legkevesebbet a rosszból, de akkor is megkaptuk a magunkét. Üldözés története. Üldöztek minket. Öltek, gyilkoltak, holokauszt, minden. Ennek ellenére nézzétek meg a magyar országi cigányságnak az élethelyzetét, így mennek fölfel a lélekszám. Így megy fölfel a lélekszám. A cigányok tele vannak gyerekkel. Nekem azt mondta egy cigány ember, egy öreg cigány, hogy fiam, mi hozzánk cigányokhoz,
vagy mi nálunk cigányoknál nem sztrájkol a gólya. Hát nekünk sok gyerekünk van. És a vége az lesz, 20 év múlva, 50 év múlva, max. 100 év múlva, hogy a magyarok úgy fognak kinézni, mint ti. Ti lesztek a magyarok. Hát lehet, hogy még az arabok beleszólnak. Lehet. De 50 év múlva, meg 100 év múlva ti lesztek a magyarok. Így fognak kinézni a magyarok, mint ti. És akkor megint jön a felelősség, hogy ha tanulatlanul fogunk magyarok lenni ebbe az országba, akkor ki fogja és hogyan irányítani ezt az országot? Ki fog nektek munkát adni, ki fogja megmondani, hogy hogyan kell tanulni, ki fogja megoldani a szociális problémákat, lakhatási problémákat, minden. Ehhez kiművelt fő kell. Tehát tanult, okos cigányokra lesz szükség. Aki nem lesz tanult, okos, az megy közmunkára. Miközben nem ez a sorsotok. A sorsotok az, mint a cigányoknak különben mindig, hogy győzedelmeskedjünk. Nézzétek meg, az egész életünk arról szól, amit mondtam, hogy üldöztek minket, és mégis győzedelmeskedünk. A Jóisten velünk van. A Jóisten szeret minket. Mi vagyunk azok az emberek, akik tenyeren hord. A himnuszban is az volt, ami most elment, a cigány himnusz, ugye hallottuk, hát tanulni kell még azt, hogy mi az, hogy cigányság. Mondjuk, amikor ilyen cigány himnusz elindul, akkor föl kell állni. Mert mi se vagyunk alávaló egy nemzetnél se. Most, hogyha magyar himnusz hallottátok volna, fölálltatok volna? Ugye? És a cigányra miért nem? Nem ismeri. Most figyelj, voltam Felvidéken. Hát Felvidék, Szlovákia. És elindulok Magyarországról, elindulunk Magyarországról Szlovákia felé, észak felé, és akkor jönnek a falva. Ekte cigányfalu. Magyar egyse. A következő ekte cigányfalu. Magyar egyse. Persze ugyanúgy beszélnek magyarul, mint most mi egymás között. Átlép Szlovákiának a határán, sorozatban ezek a cigányfaluk, hogy magyar egyse, de magyarul beszélnek, átlép Szlovákiába, és ugyanaz történik. Észre se veszed, hogy átlép Szlovákiába, magyar egyse, de magyarul beszélő ekte cigányfalva. És akkor elmentem egy ilyen cigányfaluba, ahol polgármester is cigány. Egy középiskolai tanár különben. A Pavrek Istvánnak hívják. És akkor megkérdezte az egyik előadó, mert hívtak meg egy pár cigányt, hogy beszéljenek, engem is. És akkor megkérdezték, hogy tudjátok-e, hogy mi a cigány zászló. Ekte cigányfalu, egy magyar sincs. Egyetlen egy magyar sincs. Az iskolában 100%-ig cigány gyerekek járnak. Tudjátok-e, hogy mi az, hogy milyen a cigány zászló? A cigány gyerekek nem tudták. Tudjátok-e az, hogy mi az, milyen a melyik a cigány himnusz? A cigány gyerekek nem tudták. Tudjátok-e, hogy milyen a cigány történelem? A cigány gyerekek nem tudják. Most akkor a felelősség most már tértek lesz, tehát most még ilyenek vagytok, 20 év múlva családapák és családanyák lesztek. És akkor meg fogják tőletek kérdezni, hogy tudjátok, hogy milyen a cigány himnusz? És akkor milyen ciki azt mondani, hogy nem. Hát tudnotok kell, mert cigányok vagytok. Hát valamiért csak cigányok vagytok, nem? Hát miért vagytok cigányok, ha nem tudjátok azt, hogy milyen a cigány zászló, meg a cigány himnusz. Ha megy a cigány himnusz, ülve maradunk. Ha megy a magyar himnusz, fölállunk. Ez egy kicsit nevetséges, nem? De ha menne egy orosz himnusz, annak idén ugyanúgy ment ez az internacionalista izé, még emlékszek, mikor kisgyerek voltam és az iskolában voltam, ment ez az internacionalista izé, akkor is föl kellett állni. Mindenki fölállt. Mindenki tudta, hogy föl kell állni. Az én nagymamám is ment a magyar himnusz, felállt. Ment az internacionalista izé, fölállt. Ment a cigány himnusz, leültek. Tehát, hogy van mit tanulnunk, de hát nektek többre kell már vinni, tudnotok kell. És legfőképpen azért, mondok nektek, hát amit az előbb is mondtam nektek, a demográfiai helyzet így. A cigányoknál így megy fölfele, nem cigányoknál így megy lefele. Nem csak Magyarországon, románoknál, szlovákoknál, olaszoknál, németeknél, mindenhol ez van. A fehér faj valamiért kihalás szélére sodródott. Ezért van ez a menekült válság. Nincs, ott sokan vannak, akkor odajönnek, ahol kevesen vannak. A cigányok így mennek fölfele. Mondok nektek egy dolgot. 2015 az első gyerek, aki megszületett Magyarországon, Ricardónak hívták, tehát szép fekete cigány gyerek volt. Ebből volt is egy kis probléma, mert szóvá tették, hogy
hogy egy cigány gyerek születik elsőnek. Hát úgy, hogy egy cigány gyereknek ugyanannyi esélye van megszületni elsőnek, mint egy nem cigánynak, mert körülbelül ugyanannyi a cigány gyerek születik most Magyarországon, mint nem cigány. Most ezt rakd össze, hogy van mondjuk 8,5 millió magyar, fehér bőrű magyar, van másfél millió, 1 millió cigány, és egy kicsit barna bőrű magyar, és a másfél millió vagy 1 millió cigány több gyereket szül, vagy legalább annyit, de inkább szerintem többet, mint a fehér bőrű magyar. A 8,5 millió ember nem tud annyit szülni, mint a másfél millió vagy 1 millió cigány. Hát ennek a következménye az, hogy 20 év múlva már az aktív lakosság között már a cigányok lesznek többségben, 50 év múlva, meg 100 év múlva, meg abszolút. Mi rajtunk múlik minden. És akkor jön megint az a feltevés a kérdésbe, hogy hogyan lehet egy országot hitelesen képviselni, vagy fönntartani, hogyha a lakosságnak a többsége az 8-általánost is alig végez. Hát ez nektek is szól, mert ti lesztek azok, akiknek el kell ezt az országot tartani, meg ti lesztek azok, akiket el kell ezt az országot irányítani valamerre. Több-kevesebb sikerrel. Hát nagy a felelősségetek, mind a családotokkal kapcsolatosan, mind a saját életetekkel kapcsolatosan, mind az egész cigánysággal kapcsolatosan, és az egész nemzettel kapcsolatosan. Kárpát-medencébe, nem Magyarországon, Kárpát-medencébe 4 millió cigány beszél úgy magyarul, mint mi. 4 millió. Európában van 30 millió cigány. 30 millió. És egyiknek sincsen országgyűlési képviselője. Tehát igazából még most is szerte szét vagyunk dobálva, semmilyen politikai meg gazdasági befolyásunk nincs, kulturális befolyásunk nincs, semmink nincs, miközben azért most már vannak kiművelt fők. Tehát mondjuk én, mikor a Roma Szakkollégiumnak az igazgatója voltam, akkor 30 olyan cigány járt hozzám, vagy járt közzénk. Szerintem több volt a lány, mint a fiú. Tehát a lányokat is próbálom biztatni. Sokkal, nem volt sokkal több, de több volt a lány, mint a fiú. 30 olyan cigány értelmiség járt közém Szegedi Egyetemről, Pécsi Egyetemről, Debreceni Egyetemről, a Pázmány Péter Tudományos Egyetemről, a Károli Gáspárról, az ELTE-ről, sorolha Miskolci Egyetemről. Rengeteg. Orvostanhallgatók, jogászok, közgazdászok, történészek, magyar tanárok, szociológusok. Rengeteg. Hát megvan már a cigányságnak az a lehetősége, hogy fejlődjön agyba, észbe. Csak az a kérdés, hogy tudatossá tesszük ezt. Tehát mikor ezek a kisgyerekek itt, akik itt ülnek elő, majd azt fogják kapni a gyerekeik az apjuktól, anyjuktól, hogy tanulni kell. Mert nagyon fontos a jövőtökkel kapcsolatosan. Hát 8 osztállyal most lehet jogosítványt csinálni? Talán más se, vagy lehet? Most mi a 8 osztály? Hát az már semmi. Mi az, hogy mikor valaki egy középiskolát elvégez? Semmi. Ha egyetemet elvégzel, vagy főiskolát, majdnem, hogy azt mondom, hogy az is semmi. Hát még akkor is küzdened kell azért, hogy életbe tudjál maradni. De azért már van egy olyan nagyfokú ismerettséged, nyelvtudásod, elfogadottságod, amivel már a világban tudsz azért bátran mozogni. És ha ott nem kapsz lehetőséget, akkor kapsz ott. Ha ott se kapsz, akkor kapsz amot. De a 8 általánossal közmunkásként nincs más lehetőség, csak az árokparton gereblézni. Hát ez nem egy szívderítő dolog, az árokparton gereblézni 20 éven vagy 30 éven keresztül. És elmentem a rokonaimhoz Szabolcsba, megkérdeztem a polgármestert, hogy magyar ember, hogy hány cigány él? Hát azt mondja, körülbelül 40% cigány él a faluban. Hány százalék a gyerekek aránya? Hát az 80. Tehát a cigány gyerekek aránya az iskolában 80%. Milyen a munkanélküliség? És azt mondja Szabolcsba, hát nem tudom, hogy itt milyen, biztos itt se rózsás, Szabolcsba azt mondja a polgármester, hogy 99%-os a munkanélküliség, csak az önkormányzat tud adni munkát, és ez tart 25 éve. Fölnőtt úgy egy generáció, hogy nem dolgozott, és a gyerekei nem látták, hogy kell dolgozni.
Szerintetek azoknak milyen jövőképük lesz? Ők azt fogják látni, nem is kell dolgozni, mert így is jó. Hát ez így nem jó. Na most ahhoz, hogy ebből a nagyon nehéz helyzetből ki lehessen törni, tanulni kell. Tehát én biztatlak benneteket nagyon nagy szeretettel, hogy tanuljatok, mert amit az Olá Gergő mondott, hogy csodák pedig vannak, azt én is meg tudom erősíteni, a feleségem is meg tudja erősíteni, hogy Olá cigány. Az Olá cigányoknál még tanulni se nagyon szabad, mert nem engedik a szülők. Nem engedik. Most itt közületek is biztos többen vannak Olá cigányok, nem engedik. De elment. Addig erőszakoskodott, hogy elment. És a Miskolci Egyetemen 2 diplomája van. És ezt tudjuk mondani. Hogy és most ugyanolyan gyerekeket tanít, mint ti, vagy nyolcadikosokat? Nyolcadikosokat tanít, onnan jöttünk. Ő most tanár. És hogyha úgy sikerül, akkor jövőre lesz szakmai gyakorlat, akkor középiskolába fog tanítani. És cigány. Hát nektek is van lehetőségetek, hogy cigányként tanítsatok, cigányként intézményeket vezessetek. És bementem az államtitkárhoz, mert behívatott az államtitkár helyettes asszony, nagyon kedves asszony, és elmondtam neki, hogy államtitkár asszony, tetszik tudni, miért nem ment még eddig a cigányügyben, nem sikerült semmi. Azért, mert a cigányügyet mindig nem cigányok vezetik. Tehát a cigányügyet nem lehet nem cigányként úgy csinálni, hogy a sikeres legyen, mert a cigányok nem engedik, nem engedelmeskednek. Ilyen rossz vérünk van, nekünk cigányoknak, nem engedelmeskedünk. Csak saját magunknak, meg talán azoknak, akik cigánként van közöttünk tekintélye. Máskülön nem. Hát volt Mária Terézia idején kényszerítve letelepedés. Ez egy hatalmas program volt a cigányok között. Minden cigányt érintett. Most mondom nektek, biztos nem is hallottatok róla. Annak idején a kommunisták fogták a cigányokat, behozták a faluba. Az is egy komoly program volt. Minden cigányt érintett. Az se sikerült. Hát elszabotálták a cigányok. Akkor most ilyen tanoda, az nem fog semmire menni. Nem akarom bántani, mert örülök, hogy valami van, na hát, valami történik. Nem lesz sikeres. Megmondom az államtitkár asszonynak, mert őnek elvileg ezen kéne járna az agya, hogy hogyan kell legyen sikeres. Államtitkár asszony, azért nem sikerültek eddig egy se, mert minden olyan dolgot, amit a cigánysággal kapcsolatosan tetszettek csinálni, 7 éve, 25 éve, 500 éve, azt soha nem cigány gondolta ki, és soha nem volt egy cigány sem, ami kivitelezte volna. Akkor most szeretnék tőletek kérdezni, mert hát ez a szép cigány gyerekek vagytok, tudtok-e valamit a cigányság történelméről? Hallottatok-e már róla? Mikor keveredtünk ide? Honnan jöttünk? Most nagyon meg vagytok illetődve. Biztos hallottatok már valami. Na mondjátok. Mit hallottatok? Hallottatok már valami? Cigányok történelme. Mi mióta vagyunk itt? Egyszer elmentem, még összeszeditek magatok, még egy anekdóta. Elmentem Baranya megyébe, cigány képviselőknek tartottam előadást a cigányság történelméből. És akkor így föltettem nekik a kérdést, hogy hát mi az, hogy cigányok történelme. Mit tudtok róla? Tehát ezek felnőtt emberek voltak, képviselők. És mit tudtok arról, hogy hogyan alakult a cigányok történelme? Na most figyeljetek, mit mondtak. Ez nagyon érdekes, mert ez van bennünk. És azt mondta egy cigány ember, föláll, ide figyelj testvérem, megmondom én neked, hogy mi volt a cigányok történelme. Azt, amit az apám mondott nekünk, hogy kijöttünk az erdőből. És figyelj, azért furcsa dolog, mert különben igaz. Mert azok a legtöbbje mind tekenős cigányok voltak, és azok ott csinálták az erdőbe a teknőket, a kanalakat, hát fával dolgoztak az erdőben. És ők ott élték le az életüket. Az én nagyszüleim is ott élték le az életüket az erdőbe. Férfiak bementek az erdőbe, csináltak ilyen kaibát, ott csinálták a teknőket, a kanalakat, stb. Az asszonyok meg vitték árulni. Őnek ennyi volt a cigányság történelme, hogy bent kijöttünk az erdőből. Ti tudtok-e valamivel többet? Érdekel-e benneteket? Na? Nem mernek nagyon mi. Akkor csak annyit mondok nektek. Hát én egyrészt azt kérem, hogy nézzetek utána, mert nagyon érdekes. Én annyit mondok csak nektek, hogy ez a cigányság megküzdött azért,
hogy komolyan vegyenek minket az országban. Az első, tehát vannak történetírók cigányságról, különbözőképpen gondolják a cigányság magyarországi történelmét. Vannak, akik magyarként írják meg, vagy inkább zsidóként, legtöbb cigánysággal foglalkozó történész az zsidó származású, vagy magyar, és van, aki cigányként, de ilyen nem nagyon van. Tehát mondjuk én láttam egy-két cigánysággal kapcsolatos történelmet, történelmi írást, hát az egy szemináriumi dolgozat szintjét nem ütötte meg, tehát semmi, nulla, értékelhetetlen volt. De minden esetre vannak elgondolások, és azt mondják egyesek, hogy az honfoglalás egyik hullámával mi cigányok már bejöttünk ide. Hát körülbelül ugyanannyi ideje vagyunk itt a Kárpát-medencében, mint bármelyik más annak idén, Árpád népe. Mert azt mondják, hogy azok a leírások, ami a honfoglaló magyarságnak a kultúrájáról, a viselkedéséről, a ruházatáról szól, az abszolút olyan, mint a cigányoké. Tehát valószínűleg a cigányoké. A másik elgondolás szerint 1200-as években voltak kint a Szentföldön harcolni az egyik királyunk, András király, és mikor jött vissza fel a Szentföldről, hozott magával egy csomó cigányt, és azóta vagyunk itt. Ez sincs bizonyítva. Tehát már 1200-800 éve. Aztán van írásos dokumentum, ami azt mondja, hogy az 1400-as években már biztos, hogy itt vagyunk, hiszen kaptak mindenfajta menleveleket meg. Tehát körülbelül bizonyítottan 600 éve, nem bizonyítottan 800 éve vagy 1000 éve itt vagyunk a Kárpát-medencében. Minden jogunk megvan ahhoz, hogy cigányként ebbe az országba egyenrangú életet éljünk. Bárkivel. Ez sajnos most nem megy valamiért. Ez a ti dolgotok lesz, a következő generáció dolga, az, hogy ezt kiküzdje. Hát ingyen nem adnak semmit. Az, hogy én nekem az ötvösön sikerült végeznem, vagy fővettek, azért nagyon keményen meg kellett küzdeni. Ahhoz, hogy a feleségem a Miskolci Egyetemen végezzen, nagyon keményen meg kellett küzdeni. Ahhoz, hogy ti azt akarjátok, a gyereketek tisztességbe, becsületbe, megbecsülésbe legyen, vagy akár ti is, azért nagyon keményen meg kell küzdeni. Van egy barátom, egy szép fekete cigány ember, hát mázsa 50 kiló, pap, különben katolikus pap, Borsod Bótán szolgál, van öt faluja, szép templomai, minden, nagyon jó barátom. Majd egyszer, hogyha úgy van, akkor eljövünk együtt vele. Meg is állt bennetek, keresztel, minden, amit akartok. Nagyon van egy miseruhája, tele cigány jelképekkel, vonóval, hegedűvel, mindent. Egy igazi fajint kis cigány barátom, nagyon jó. Én voltam ott nála, és azt mondja nekem a Józsi, Józsinak hívják, Józsi, József atya, azt mondja nekem Józsi, hogy képzeld el, testvérem, leültem beszélgetni cigány gyerekekkel Borsodba. Olyan cigány gyerekekkel, mint ti vagytok. És azt mondta az egyik cigánygyerek neki, hogy atya, miért ver engem a jó Isten azzal, hogy cigánynak születtem? Na most, ha nem akarjátok, hogy a te gyereked is megkérdezze ezt, hogy miért ver engem a jó Isten, hogy cigánynak születtem, azért tenni kell. A magad lehetősége szerint tanulással, közösségben való munkálkodással, dolgozással, mindennel, amit csak lehet. Most nézzétek meg itt a Guszti, az én testvérem, tanult ember. A közösségébe felelősséget vállal. Amit tud, megtesz. Ez a minimum. Tehát, hogyha nem akarjátok, hogy majd a ti gyereketek azt kérdezze meg, hogy miért ver engem a jó Isten azzal, hogy cigánynak teremtett, és ezt a kelemetlen kérdéssel akarjátok kerülni, akkor azért tenni kell. Meg kell tudnotok értetni vele, hogy ez nem Isten verése, ez büszkeség. Hát ha én 100-szor születhettem volna, mint a 100-szor cigánynak születtem. Hát ettől nagyobb dolog nincs cigánynak lenni. Hát mindegyik nemzet Európába, figyeljetek, besavanyodott. Nincs már bennük élet. Élettelen nemzetek vannak. És sajnos ez igaz
az élet kultúráját Európába egyedül a cigányság viszik. Élet kultúra egyedül a cigány, de azban benne van minden. Az ünnepeink, a ruházkodásunk, a viselkedéseink, a családszeretetünk, sok gyerekünk, minden. Ebben benne van minden. Mi az életet választottuk. Ezzel ellentétben hosszú ide az európai nemzetek az élettelenség kultúráját választották. Tehát ez egy nagy büszkeség, hogy cigánynak születtetek. De ezt meg kell tudni érteni. Hogy mi az, hogy cigányság, mi az, hogy cigány kultúra, mi az, hogy cigány történelem, hogyan kell felelősséget vállalni, tanulni kell, gyerekeinket tanítatni kell, a politikában, a társadalomban, a kulturális rendezvényben, mindenben felelősséget vállalni és csinálni, dolgozni kell érte. Ingyen semmit nem adnak. Tehát mikor azt gondolja valaki, hogy majd még mindig visszajön az a gondoskodó állam, hogy oda megyünk és nem fog adni már senki. Szabolcsba, ahol én születtem, ott még nem polgármesteri hivatal van a cigányok agyába, hanem tanácsháza. Ők mindig a tanácsházára mennek, föl, hogy a tanácsházán adjanak nekik. A tanácsházán már nem adnak nekik semmit, mert nincs is tanácsháza. Már polgármesteri hivatal van. A CKÖ elnök, az nem CKÖ elnök ott, hanem cigánybíró. És a cigánybíró oldjon meg mindent az életében. Nem fog tudni megoldani. Hogyha nem lesz a cigányságnak erős képviselete agyba, sok tanulással, erős akaratta, ha nem lesz, elsodornak minket. És figyelj, mondok neked egy másikat, tehát nagyon figyelj ezt a cigánfiú. Nem, te. Ennek örülök. Na a lényeg az, hogy elmentem Tarnabodra. Tudjátok, hol van Tarnabod? Elmentem Tarnabodra egy ugyanilyen fórumra. Meghívtak oda minket az én nevelőapámmal, Rostás Farkas Györggyel. Elmentünk Tarnabodra. Tarnabodon, figyeljetek, egy magyar él. Egy magyar él. Többi mindenki cigány. Az az egy magyar a polgármester. Dúsgazdag milliómos lett. Egy kocsma van, az a polgármester a kocsmája. Egy uzsorás van, az a polgármester. Mindent ő csinál. Földjei vannak, erdei vannak, minden. Ha nem figyelünk oda, mindenhol ez lesz. Magyarországon nagyon sok település van már az, hogy vagy egy magyar él, vagy egy sem. De ha egy magyar él, ő a polgármester. Mintha nekünk nem lenne ahhoz eszünk, hogy mit kint csinálni. Most figyelj, mondom tovább. Azt mondja az apám a cigányoknak. Hallod? Te cigány. Következő választáson a fiam fog indulni itt polgármesternek. Arra kell szavazni. Tehát én rá. Egyetemet végzett, történész, politológus, szakkollégiumi igazgató. Ő rá kell szavazni, az én fiam. Ez Johan Gyurka bátya, rászavazunk, minden cigányt megmozgatunk, nem kell már nekünk a magyar. Erre másnap fölhívja a Gázsó. Azt mondja az izének a... Hallod, Gyurka? Megsértettelek valamivel? Azt mondja, hát mi? Nem sértettél meg. Mivel sértettél volna meg? Akkor miért akarsz tönkre tenni? Érted? Hogy mindentől, és olyan környezetben laknak Tarnabodon a cigányok, középkori állapotok. Ablak, luku. Szőnyeg rajta, meg mit tudom én, ezek a papírok, újságpapírok, fűtés, luku, munka, semmi. Középkori állapotok. Balkán állapotok. Hát a Balkán az sehol nincs hozzá, szerintem ott még jobb állapotok, vagy nem tudom. És azt mondja a polgármester úr, hogy miért akarsz tönkretenni Gyurka, hát bántottalak? Mert azért, mert akkor egy cigány lesz a polgármester, akkor ő tönkre megy. Hát ahhoz, hogy ez ne így legyen, ahhoz nektek kell nagyon okosoknak lenni. Nyolcátalánossal nem lehet. Szorgalmasan tanulni kell. Tudom én, hogy minden fontosabb, most már jön szerelem, a foci, a játék, a csencselés, meg minden. Hát nálunk is ez volt. Nem is tudom, hogy én hogy lettem ilyen kirívó a családból. A mi családunkban senki nem végezte a nyolc általános, senki. Az én nagyszüleim írni-olvas nem tudtak, analfabéták voltak.
De különben a Katinak a szülei is, az le tudják én a nevüket, de funkcionálisan analfabéták. Papírokat nem tudnak kitölteni. Nagyszülők, semmi. A családomnak a 70% vagy 80% nem végezte a 8 általánost. Most szerintetek ezekre hogy lehet bármit is rábízni? Ha az ő gyereke be fog kerülni az iskolába, hogyan fognak ránézni a tanára? Megkérdezik tőle a tanár a gyerektől. Anyukát fogl... Már most az óvodában megkérdezték a miénktől, nem Kati? Anyukát foglalkozása közhasznú munkás. Apukádé közhasznú. A gyereket félrerakják. Nem szándékosan, ahogy félreértsétek, ez nem szándékos. Az embernek a tudatalatta el van döntve már akkor, hogy ki a győztes, ki a vesztes. Azt mondta Zeiser Endre, egy világhírű genetikus, sajnos elhalt, meghalt. A cigányok nem a születésük pillanatában lesznek vesztesek, hanem a fogantatás pillanatában. Már anyai hasba buktunk. Buktuk. Olyan sablonok vannak, nem fogsz tudni. Azt mondják a tudományos világban, hogy a társadalmi átjárhatóság, mobilizáció. Társadalmi mobilizáció nincs most Magyarországon. Ez nagyon nagy baj. Sokszor nem volt Magyarországon, legtöbbször nem volt. Tehát, hogyha valaki legkisebbnek született, meg tudja oldani a szorgalmával és a tehetségével, hogy fölkerül a legmagasabb szintre. Ezt most megint elbuktuk. Tehát, ha valaki cigánynak születik, szinte majdnem biztos, hogy nem. Elbukta. De azért vannak csodák is, és vannak kivételek. És ebbe kapaszkodjatok bele. És hogyha te megcsinálod a csodát, akkor a te gyerekednek is, meg a tiédnek is, meg a tiédnek is, meg ki fog járni a csoda. Most mivel nem tudnak mit kezdeni, mert igaz, hogy nem kapunk nagy pénzt, nem vagyunk milliómosok, nem vagyunk dusgazdagok, hiába végeztünk egyetemet, miközben én azt hittem, hogy az lesz. Két kézzel fognak kapni, értem. Hát egyetemet végeztem, ott én cigányt nem láttam az ötvösön. Egyetlen egy cigányt nem láttam. Kiderült, a legjobban a cigányok utának. Hát persze nem ti, hanem a nagy politikai cigányok. Hát nekik 8 általános volt. Meg Asser, meg börtönből jöttek ki be. Azok megutáltak. Hát mit akar ez egy értelmiségi cigány? Hát még végül okosabb lesz, mint én. Érted? Tehát engem ez nem zavar. Ők csinálják a maguk dolgokat, én a sajátomat. De most, hogy bementünk a óvodába, és megkérdezték a gyerekünket, hogy anyukád foglalkozása tanár, egyetemet végzett. És akkor be kell írni. És akkor apukád az is egyetemet végzett. Nem tudnak mit csinálni, hiába cigányok vagyunk. Valamit letettünk az asztal, és ezt értékelik Albert is el. Nagyon értékelik. A polgármestertől, az alpolgármesterig, mindenki. Oda mentek, ezzel be is fejezem, mert most már ti jöttök, jó? Még egy dolog. Bementem, hát mikor először elindultam középiskolába, illetve az egyetemre, azt mondja nekem mamám, ő neve, egyszerű cigányasszony volt, írni nem tud, nem tudott se írni, se olvasni, nevét nem tudta leírni, de jó gógyia volt. Azt mondja a mamám, hallott te fiú, minek mész oda a brandba? Feküdjél le, azt pihenjél, majd én eltartalak. Hát jó cigányasszony volt, el akar tartani. Á, mondom mamám, én megyek, tanulok. Jól éreztem ott magam, éreztem, hogy valami ott birizgálódott a fejembe, ott valami megmozdult, kinyílt egy világ. Mindenkinek kinyílhat a világ. Hát a tested itt ül, de a szellemed bárhol lehet, ha van. Ha adsz hozzá valami fizikát, vagy valamit. Á, mondom mamám, én megyek, el is mentem, munka mellett. Hazajöttem, már indultam is vissza, jól éreztem ott magam. Aztán elkentem az egyetemre, most mondom nektek, hogy középiskolából, esti iskolából, előkészítő nélkül elsőre, ötvösre fölvettek. Ez nem nagyon sikerült senki, Albert Isán se. És akkor azt mondja, mamám egyszer hazajön a piacról. Hallott, fiú? Ha hova jársz te? Mondom neki, de már akkor tudtam, hogy valami történt, mert most mondom, mit érdekel az téged? Mit foglalkozott azzal? Azt mondja, mert megfogott, a piacon elfogta a major tanárnő, aki a ceglédi iskolában tanít már 20 éve, és ő a Albert Isán, a kulturális tagozatnak a vezetője, az 25 éve állandóan ő csinálja ezt, mindig megválaszták, nagyszerű asszony, és azt mondja, megfogott a tanárnő, és azt mondta, hogy Kanalas néni, nagyon büszke vagyok a fiára. Ilyen Albert Isán még nem történt. Szeretnék gratulálni önnek. És akkor hazajött mamám, és azt mondja, hallott te fiú?
hova jársz te? És mondtam neki, hogy hova. Na most ezt nem tudtam megjegyezni, hogy Eötvös Loránd Tudományegyetem, hanem azt mondta, hogy magos iskolába jár a fiam. Magos iskolába. Már ez mindent elmondta. Ők még alacsony iskolába se jártak. Az én nagymamámnak volt van 8 testvére, egy Károly bátyám tanulhatott. Mert annak az egynek volt cipője. Mamám egyszer főúszta a cipőjét, kapott olyan pofon, már nem leesett a feje. Hát hogy gondoltok olyan? Hát a gyereknek a cipőjével, mikor iskolába jár. Na most itt innentől indultam én. Nem, nincs cipő, meg nincs Adidas, meg ez semmi. Én 15 évesen még szalmazsákon aludtam. Hát nekem nem mondja senki azt, hogy lehetetlen. Csak akarni kell. Ha most arra szeretnélek kérni tőletek, hogy tényleg kérdezzetek. Miről beszéljek még? Akkor mondjátok csak azt, hogy miről beszéljek még. Mi érdekelne még benneteket? De most nemrég voltam Kecskeméten ott a gimnáziumban, és az igazgatóra nagyon jó összebarátkoztunk, előadást tartottunk, stb. Visszavárnak és visszahívnak bennünket. És én azt látom, hogy a cigány emberek is, az egyszerű cigány emberek nagy örömmel fordulnak hozzánk. Akkor van a baj, amikor még az egyszerű cigány emberektől is egyszerűbbek politikai hatalom birtokosává teszik őket. Mert nem azt mondom, hogy lesznek, mert csak valaki azzá teszi. Na, akkor te nyolc által, és úgy indul, most bocsánat, nem akarok bántani senki, de úgy indul a dolog, hogy megkérdezik a cigányt, a politikai, magyar politikai elit. Hány iskolád van? 8. Hú, hát ez nagyon jó. Ha már azt mondja, a középiskola, az nem jó. Hát még akkor még lehet esze is van. Hát kinek kell olyan? Diszpintjekre van szükség. Hány iskolád van? 8. Oké. Voltál börtönyben? Voltam. Még jobb. Annál jobb, ha börtönben is voltál, mert akkor így az orrukat megfogják a cigányoknak, és így vezetik, mint régen a cigányok a lovukat. Úgy vezetik kantárral. Orruknál fogva vezetik a cigányokat. Iskolája nincs, becsülete nincs, korumpálható, bármit megcsinálhatnak vele. Ez a jó cigány. Akinek egyetemen végzettsége van, vagy főiskolá, és sok van, az nem jó. A cigányok, ezek az egyszerű cigányoktól is az egyszerűbbek, ezek én úgy gondolom, ezeknek közellenségük lettünk. Hát közellenség. Az egyszerű, normális, egyszerű cigányok fantasztikusan fogadnak, és én úgy gondolom, hogyha most itt van, mit tudom én, hány gyerek van? 20. Csak mondtam egy számot. Ha abból 2 vagy 3-nak sikerült a fantáziáját beindítani, akkor abszolút megérte. Hogyha én nekem annak idején nem mondták volna, hogy tanulj, mert az én szüleim nem mondták. Tehát mert miért mondták volna? Ők se tanultak soha az életben. Analfabéták voltak. Nekem a nagy szüleim azt mondták, én azt mondom nektek, tanuljatok. Mert csak így nyílik ki az agyatok. Így nyílik ki az elmétek. Így váltok igazán szabaddá. Bármit csinálhattak a világon, lehet közhasznú munkások lesztek, de szabadok lesztek. Mert másnap fogjátok, azt elmentek egy másik országba, másik földrészre, és élhetitek az életeteket, mert van bennetek tudás, meg kinyílik egy világ. De én nekem azt mondta a nagymamám, hogy minek tanulsz. Ne tanulj már, mert elfárasztod magadat. Inkább gyere haza, pihenjél, majd én eltartalak. Így mondta a nagymamám. Én nektek azt mondom, tanuljatok, mert abban kinyílik valami. És én úgy gondolom, hogy itt van 20 gyerek, és 2 megfog az, hogy én azt mondom, hogy tanuljatok, és egy fantasztikus, egészen másfajta világ nyílik ki előttetek. Ha 2-nél sikerül beindítani valami, megérte. Én nekem is, ha nem mondták volna, az igazság az, hogy én nekem soha nem mondták cigányok. Hát ez egy nagyon szomorú dolog. Őszintén megmondva, akik engem sokat segítettek, az életben, pláne a tanulásban az egy cse cigány volt. Hálás szívvel gondolok rájuk. Egy cse cigány volt. Az első cigány, aki igazán szeretettel segített és jó szándékkal állt hozzám, és azt mondta, hogy csináld, az a nevelőapám Rostás Farkas György. De ő is József Attila díjas író költő. Olá cigány ember, 30 könyvet publikált cigányó. Első olyan cigány, akinek azt láttam, hogy van könyvtár. Albert és én most bementem a művelődési házba, ott volt a feleségem is, és azt mondta neki a művelődési ház igazgatója, hogy Katikám, meg kell, hogy mondjam,
Albertésán, se cigányba, se magyarba annyit ebbe a könyvtárba nem olvasott senki, mint a Pisti. És akkor ezzel mit lehet kezdeni? Tehát én azt gondolom, hogy igen, van értelme. Egyrésztről a társadalmi megbecsülés egy ilyen előadás után más a nem cigányok szemébe. Másrésztről a gyerekeknek tudom, hogy nagyon fárasztó, de hogyha én is nagyon fáradt voltam, mikor ilyen helyekre elcipeltek, de hogyha egy gyereknek, vagy kettőnek, vagy háromnak is az életében elindítok valami olyat, hogy azt mondjam neki, hogy nézzétek meg, én 15 évesen szalmazsákon aludtam. 15 évesen. A Szabolcsban nem azt mondták, hogy szalmazsák, hanem surgyé. Surgyén aludtam, a macskámmal. Hát kis vadállatok voltunk. Én is, meg a macskám is. Társadalmi megbecsülés, vagy hogy mondjam, társadalmi kasztot, mondjuk a cigányság, az értelmiségi cigányok nem tudtak alkotni. Annak idején, amikor följöttek a cigányok, annak idején 20-30-50 éve Szabolcsból össze-visszorulóan följöttek a cigányok Budapestre, akkor ott csináltak ilyen táncklubokat. És ott sok cigány összejött, de azok nem voltak értelmiségiek, habár sokat tettek a cigányságért, ezt meg kell mondjam. Én például magamról beszélek, én nem is tudtam azt, hogy van még olyan cigány, aki egyetemre jár. Én nem tudtam, én egyet nem láttam, középiskolában sem láttam egyet sem. És az a helyzet, hogy a feleségem se tudta. Hát ő se tudta, hogy van olyan cigány fiú, aki ugyanúgy egyetemre jár, mint ő. Azt hittük, hogy egyedül vagyunk. Most ehhez képest nagy áttörés volt a Roma Szakkollégium. A Roma Szakkollégiumban egy hónapban minden hétvégén együtt voltunk, körülbelül 30-40 cigány értelmiség. Fantasztikus csapat volt, tehát hát az a magyar elittel is főveszi a versenyt. Tehát most nemrég voltunk Egerbe, ez már nem az a szakkollégium, de a gyökerek oda vezetnek, és a magyar politikai elit, felvidéki, magyar és cigány politikai elit, illetve a mi cigány politikai vagy értelmiségi elitünk vett ott részt, és akkor azt mondták nekem, hát akivel jártam együtt az egyetemre, a Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetségnek a főtitkára, ő szervezte, nagyon jó barátom, és azt mondták, hogy ők még ennyi öltönyös cigányt életükben nem láttak. Amikor osszák a Rákóczi Szövetségen keresztül a felvidéken a magyar iskolába járó gyerekeknek a ösztöndíjat, ott kiderült, hogy annak a többsége már az cigány. Igen ám, de ott a szülők, mikor átveszik az ösztöndíjat, akkor nem tudják aláírni a nevüket. Tehát ők ehhez voltak hozzászokva. Most ahhoz képest annyi cigány értelmiséget látta, az életben még ennyit nem látta. És az a szakkollégiumban elindult egy olyan dolog, ami ez a cigány értelmiséget egy ilyen erős tömbé alakította. Ebből a szakkollégiumból, amit mi csináltunk, ebből alakult ki a keresztény-roma szakkollégium állózat. Most több helyen is van, Szegeden, Debrecenben, Budapesten, Miskolcon, Nyíregyházán, a történelmi egyházak vettek át egyet-egyen. Egyetemre kell járni, vagy főiskolára. Tehát, hogyha van hallgatói jogviszonya valamelyik magyar egyetemre, vagy főiskolára, akkor ő lehet ennek a tagja. Lehet a tagja. Ha valaki, tehát ha nincs egyeteme, meg főiskolai hallgatói jogviszonya, nem lehet tagja. És ott minden nap jöttünk, és én azt mondtam, a jezsuita roma szakkollégiumot, mikor elindítottuk, én utána megvártam, hogy meglegyen az évnyitó, utána kimentünk Kanadába. És én azt beszéltem meg ott a cigány gyerekekkel, a Rostás Farkas Györgynek az irodába jöttünk össze a gyerekek. Mi havi egy alkalmat jöttünk össze, szombat-vasárnap, péntek-szombat-vasárnap. Fantasztikus életérzést és kapcsolati tőke alakult ki, barátság, igazi mag. Mi azt szerettük, hogy nektek több legyen. Most ti minden nap együtt lesztek, mert ez bentlakásos roma szakkollégium, speciális. Történelmi egyházakkal hatalmas pénzeket fektetnek bele. Nemrég beszéltem Székely püspökkel, aki a gyerekemnek keresztapja, és azt mondta, amikor hazajöttem, akkor mondta, hogy mondom, nem történt semmi ebben a 4 évben, püspök atya. Azt mondja, Pisti, egy valami történt, a szakkollégiumot támogatják. Hát ez is öröm. Tehát, hogy azon kívül semmi, de viszont ott van egy kis lehetőség, és hogyha minden nap össze tudnak jönni, az reméljük, hogy előbb-utóbb egy igazi értelmiségi bázist, vagy egy társadalmi réteget fog alkotni. Mondjuk én nekem a legszebb időszakom ebben a pár évben, amit eddig leéltem, a legszebb időszakom az ELTE. Tehát ott azt egy abszolút szabadság.
Ott egy abszolút nyugalom, mikor képzeljétek el, mikor azt mondják, a, bemegy a cigány gyereké a előadásra. És azt mondja a professzor, az egyetemi tanár, mert ott az RT nincs izé, csak sima tanár, mind professzor, mind. Előhátul, doktor, egyetemi tanár, professzor, és azt mondja nekem, hogy kolléga úr, legyen kedves helyet foglalni. Előtte a munkahelyem, mert én mondtam nektek, előtte dolgoztam. A bőgtek. Na most ehhez képest, a bőgéshez képest, mikor azt mondja egy egyetemi tanár, kolléga úr, legyen kedves helyet foglalni. Hát én legszívesebben most is ott tanulnék. Pénzem több volt, mint most. Mert különben, hogyha ügyesen sertepeltétek, most már nem tudom, hogy hogy van az ösztöndíjrendszerek meg minden, de akkor, amikor én jártam 2000-től 2010-ig, amikor én jártam az egyetemre, több pénzem volt akkor az egyetem alatt, mint mikor dolgoztam. Szerintem most, még most is több pénzem, akkor több pénzet kaptam, mint most. Tehát, hogy egy fantasztikus élmény. Hát én senkinek, mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezt ne hagyja ki. Hát az életében hogy lehet egy olyan élmény ki, hagyni, hogy azt mondják neki, hogy kolléga úr, egy egyetemi tanár, foglaljon helyet. Beszélgessünk. Előadásokra jártam, tudományos akadémiára. Összevesztem egy cigány emberrel. Mert nagyon okos volt. Én is okos vagyok, de ő még okosabb volt. 8 általánosra van, vagy 6. Úgy hívják, hogy Radikálics Béla. Radikálics. És annyira radikális, hogy azt se tudja, hogy mit beszél. És azt mondtam neki, mert azt mondja, hogy egy, kihív egy csatára, szócsatára. Mondtam neki, te Béla, figyeljél már, de testvérem. Mikor te a kocsmába hőzöngtél, meg bőgtél, én a Magyar Tudományos Akadémián tartottam előadást. És azt mondta, hogy lehet, hogy igazad van, mert én tényleg a kocsmába hőzöngtem, meg bőgtem. De akkor is. Tehát, hogy azért van egy nagy különbség. A kocsmába könnyű bőgni, meg ordibálni. De hát mikor engem a Niederhauser Emil professzor, tanár úr elvitt a Tudományos Akadémia, és azt mondta, hogy kollega úr, foglaljon helyet, érezze jól magát, előad. És a Tudományos Akadémián egyből a Dunaparton, gyönyörű kilátás, bársony, elegáns élet. És akkor ott meg lehet látni, hogy milyen élet is van még. És én nem gondolom, hogy ez a csúcs, ettől még másik. Mikor elmentem New Yorkba, elhívtak egy 3 hónapra, ott voltam kint az USA-ban, minden helyen. Salt Lake City-től, Washington, New Yorkig, minden. Elmentem, amikor New Yorkot megláttam, gyerekek, hát hanem elájultam. Így. Így néztem föl. 50-60-100 emeletes felhőkarcoló. Most Milottán a cigány soron meg csak ilyen kis pici főt kunyhók voltak. És ezt csak azzal tudtam elérni, hogy egy ilyen csodát láttam, hogy tanultam. És most eljött a barátom New Yorkból, egy református pap, eljött velem Soltvadkertre a cigányok közé, ez nincs ilyen messziben Soltvadkert, nem? Soltvadkert eljött a cigányok közé, ott a Kolompár Gabiék etették, itatták, én is, táncoltak, danoltak, jól érezték magukat, fölhívott most, hogy egy hétre szeretne kihívni, minden héten, minden nap, a hét minden napján egy előadást kellene tartani, úgy, mint most itt veletek. De hát most 8 általános nem hívnak ki. Mikor Washingtonban megláttam a Fehérháza, vagy Torontóba, sétáltunk a szép kis helyen. Most figyeljetek, mit mondok még? Beszélgettem a rostás Farkas Györgyel a nevelőapámmal, József Attila Díjas íróköltő, 65 éves. Pururom. És azt mondja nekem, mi bajod van, fiam? Látom, nagyon szomorú vagy. Hát mondom, apám, hát hogy ne lennék szomorú? Hát elvégeztem az egyetemet, azt hittem 2 kézzel kapnak értem, meg 10 kézzel. Mert én nem is tudtam, hogy van még olyan cigány, aki egyetemet végzett. És mondom, itt van már 2 éve, sehol semmi. Azt mondja, miről beszélsz? Hát én 20 éve csinálom, most sehol semmi. 20. Hát akkor te mit idegeskedel? És akkor mondom neki, de akkor miért tanultam? Azt mondja, fiam, azért, mert kellemesebb a séta a Szajna partján. Tehát nem ugyanaz, amikor hogyan éled meg az életedet. A Szajna partja, ugye Franciaországban van, el tudsz menni, és meghívnak, gondolkodsz, beszélsz, jól érzed magad. 8 általánosra ezt nem lehet. Ha van 8 általános számára pénz, annyi, hogy elmenjen a Szajna partjára, és szépen nyugodtan sétáljon, akkor az nem fog szépen nyugodtan sétálni 8 általánossal, megmondom nektek, hogy miért. Most nehogy félreértsétek, nem bántam azokat, mert az én nagyszüleim meg még annyi se volt,
meg az anyámnak sem, meg senkinek. Ők nem is mentek ki a Szajna partjára soha. Ők csak a Tisza partján, meg a csatornába fürödtek, mert még a Tiszára sem engedték le őket, csak a csatornába. Hát ez az a különbség. És hogyha amikor elmész a Szajna partjára, a 8 általánosra, akkor a lopott pénzből tudsz elmenni. 99%-ban ez van. Most mi cigányok vagyunk, őszintén beszélünk. Csúrilás. De annak a vége a börtöny. Az én rokonaim Szatmárba, Szabolcsba, ebből élnek. 99%-ban nincs munka. Ott üzletelnek, kis határátkelőkön, csempésznek mindent. Embert, cigit, ital, minden. Egyik ki a börtönbe, másik be. Egyik ki. És akkor mondom az egyiknek, mondom, Fridikém, mi van veled? Kapott 2 éve. De tudja Isten, talán jobb is így. És hát ez nem megoldás. Hogy tudja Isten, talán jobb is így. Tehát ezért mondom nektek, hogy nem mindegy, hogy hogyan élitek meg. A Szajna partján nyugodtan, szépen, kényelmesen, büszkén tudtok sétálni, vagy lehet, hogy kimentek, mint ezt a izét is láttam most, hogy Monte Carlo-ba énekeltek neki ez a cigány embernek. Melyik volt az, Kati? Tudod, amelyiket után lesittelték. A Leila is énekelt neki, mit tudom én, meg a kis grófó. Húzták neki tele pénzzel, minden jó. Olvasom a Origón, meg az Indexen, hogy igen, de elkapták őket Bécsbe, eurót hamisította. Hát az 15-20 év úgy kinéz nekik, mint a sicc. És akkor mi lesz a családdal, meg a gyerekkel? Hát lehet jó élni egy pár évig ebből, de ez nem megoldás. Az a megoldás, lehet, hogy az én nagyszüleim azok nem tudtak se írni, se olvasni, én már tudok. A következő még többre viszi, a másik még többre. Generációkon keresztül el kell kezdeni az építkezést. Ha valaki nem kezdi el, soha nem lesz. Tehát első lépcsőről 10-re nem lehet felugrani. Kőkemény munkával és tanulással. Különben a legnagyobb felelősség a lányokon van, megmondom nektek őszintén, mert mi fiúk azért, mint cigány emberek, játszhatjuk magunkat, de úgyis a nők tartanak mindent kézbe. És ha ők a családot nem viszik egy olyan irányba, hogy tanulni kell, hogy szorgalmasnak kell lenni, hogy becsületesnek kell lenni, hogy oda kell figyelni, felelősséget kell vállalni, próbáljál szépen tisztességesen élni, és boldog ember leszel. Meg a te gyerekeid meg még boldogabb, a másik meg még boldogabb. Én is azt hittem, mikor elvégeztem az egyetemet, hogy 10 kézzel kapnak értem, palotám lesz, űrhajóm, Mercedesem, minden, semmi nem lett. Úgy megutáltak a cigányvezetők, nem is tudjátok. Tehát ezen átmen, ezen a traumán, hogy nem azt mondták, hogy például csak mondok, Kolompár Orbán, az én kis testvérem, a kis törpe, azt mondja, hogy bemegyek hozzá, Tavész Baktáló Muroprán, megcsókol minden, üljél le ott a irodájába, ugye ő volt a cégkel elnök, üljél le, egyél moré. Sült húsok, kenyér, minden. Igen ám, csak volt neki egy politikai főtanácsadója, Kiszeri Zoltán, akkor ugyanott végzett, ahol én. Nem én, hát egy cigány. Hogy gondolod? Hát még valami bajt kever. A Gázsó. Több 100 millióért, meg több 100 000-ért, meg több millióért. Hát ki tudja annyi év alatt mennyit nyúltak le. Érted? A Gázsó politológust azt odaveszi, ő ugyanott abban az egyetemen végzett, mint én. Én soha föl se hozódtam. Se minisztériumban, se cigány ügy, semmi. Nektek kell kiküzdeni. Az, hogy az értelmes cigánynak legyen megbecsülése. Most az értelmes cigány nem kell se cigánynak, az a legjobban utálja, de különben nem kell a magyar politikai elitnek se. A magyar politikai értelmiségi elitnek az kell a 8 általános bűnöző cigány. Most ebből kell kitörni, hogy a te gyereked, annak, hogyha elvégez egy egyetemet, meg doktorál, akkor igen, legyen egyetemi tanári végzettsége, egyetemen tanítson. Van ilyen különben. Orsós Anna az tanszékvezető tanár a Pécsi Egyetemen. Ő is ugyanolyan cigányként nő, voltam nála, Tengericen született. Bejárt cigány. Szülei nem is tudnak magyarul, nagyszülei. Bejárt cigány. És egyetemi tanár. Sőt, tanszékvezető egyetemi tanár. Lakatos Szilvi. Ugyanott. Ő egyetemi tanár. Ő alá cigány. Tehát van doktorát mind a kettő. Hát van lehetőség, de ez
még jobban. Egy közép, egy olyan tanár, aki, vagy egy olyan egy ember, aki elvégzi cigánként, annak legyen karriere. Ki kell küzdeni? Parancsolja. Azért jó ez, mert amikor én mondom az én negyedikeseimnek, hogy miért tanuljál, akkor az én számból nem olyan, mint a tiédből. Tehát én hiába mondom neki, hogy gyerek, ne értem, magadért csináld meg, akkor négy-öt csak vigyorog veled szemben. És teljesen illaköd, hogy mit mondasz neki. És igazából, tehát ezt érzem gáznak, hogy hazamegy, és ott azt látja, hogy ez így jó, amit elmeséltél, hogy hogyan éltek ott Szabolcsba. Hogy ez így jó. És ő el van ebben, mint a tejbetött, de amikor azt mondom neki, hogy gyere, csináld meg, ne értem, csináld meg magadért, hogy legyen valaki belőled, akkor ez rá. Én is egyértelmű, hogy ebbe van a nagy lehetőség. A cigány értelmiségieknek vissza kell menni az egyszerű cigányok közé. És elmondani azt, hogy van lehetőség, és van csoda. Alá Gergő is azt mondta, aki nem hisz a csodába, emelje fel a kezét. Ott volt 2000 cigány. Egy sem emelte fel. És azt mondja, pedig kár. Mert én hittem, azt nézzétek, nemrég még az utcát kapartam. A hinám. Én is úgy gondolom, hogy van értelme. Minél több ilyen cigánynak kellene visszajönni az egyszerű cigány emberek közé, és elmondani a gyerekeknek, mert a gyerekekkel fontosak már, hogyha sokat küzdöttök és akartok, akkor kitörhettek. Ez egy olyan dolog, mint mikor a cigánysoron én elmegyek, a cigánysoron ott bemegyek, a cigány csak mit lát? Azt látja, ami abban a kis faluban van. A cigányok régen vándor cigányok voltak. Én még mindig vándor cigány vagyok, Kati is. De nagyon kevesen vagyunk már vándor cigányok. És valami a szívünkbe leromlott. És most és nagyon sok olyan cigányt látok, pláne különben a nők, nem tudom miért, hogy a falujukat 20 kilométeres körzetben 30 éve nem hagyták el. Most kezeljétek, mit lehet ott látni? Az egész életetek elszalad úgy, hogy igazi csodákat meg nem láttok. Igazi csodákat nem láttok, és csak ez az kell, hogy normálisan tanulni kell, és vállalkozni, és bátran menni. Igazi csodákat nem láttak. Ez olyan dolog, azt mondta nekem a Gyuri Bálmer, sokan azt mondták, hogy ez nem lehetséges. Nem lehetséges. Azt mondta nekem a Rostás Farkas György, fiam, attól még, hogy nem látta a Himaláját, attól még létezik. Tehát azért, mert ti ott vagytok a kis, nem rólatok beszélek általában a cigányságnak a többségéről a putriban, meg a cigánysoron, meg a lehetetlen helyzetben, amire legtöbbször nem ők a hibásak, hogy ott vannak, egész társadalom hibás, ők is, de mások is. Mikor ott vannak, akkor az történik, hogy ők azt látják, hogy ott Szatmárban, 20 km közöttben mi van. Ott csak még mindig tanácsháza van, nem kampányolás van, kombányolás van, a CKU elnök az a cigánbíró, hát nem adott semmit, mit akar, sem munkát, sem pénz, semmit. Hát persze, hogy mit akar, de most ő ezt látja. Látta-e már New Yorkot, vagy Indiát, vagy Kínát, vagy Japánt? Egészen más kultúrák, más életek, csodák. És erre van lehetőség. Csak mindenkinek ki kell nyílni egy kicsit, tanulni kell, szorgalmasnak lenni. Mikor azt mondják otthon, hogy ne tanulj, de tanuljatok. Ha azt mondják megint, hogy ne tanulj, de tanuljatok. Figyelj, nekem van egy keresztlányom, Katinval együtt kereszteltük meg, de úgy, hogy a Balázs Józsi papot, a cigán papot elvittem oda a házhoz. Ott a háznál Józsi atya megkeresztelte. Táncoltunk, danultunk, ő is cigánként táncolt, danult, minden. És azt mondja, a kis keresztlányom minden bőtös. A cigánsor legvégén laknak. A legutolsó házban, a nyomorban. Egyfolytán bolvas a kis hajnika. És azt mondja neki az apja. Mit csinálsz? Hát pap leszel, vagy kántor? Hát bolond vagy? Magadba beszélsz? Nem kell tanulni. Mondja, hogy de én tanulok. Most az apja már büszke rá. Most gimnáziumba jár, Fehérgyarmaton, szintiszt ötös. És én már beszéltem vele, hogyha ő ezt megtartja, ezt a jó átlagát, akkor én fogom és segíteni fogom őt, hogy jusson be egyetemre. Nyíljon ki. Azt mondták nekem, hogy az egyetemre bemész, akkor megfogsz egy kilincset, egy ajtón, amihez megkapod az engedélyt, hogy kinyírd. Hogy a másik oldalon mi van, azt már nem tudja senki, majd mikor oda bemész. Akkor kinyílik egy egészen más világ. Én azt kérem tőletek,
meg arra kérem a jó Istent, hogy közületek minél többen fogja meg azt a kilincset, és nyisson be egy olyan jó világba, amit még el se tudtok képzelni, de álmatokban megvan. Valójában igaza van a János tanárunknak, illetve az István barátomnak, hogy az értelmiségi, cigánszármazás értelmiségért vissza kell, hogy menjenek, vissza kell, hogy jöjjünk ahhoz, hogy a cigánságot egy kicsit föllendítsük, illetve utat mutassunk nekük, mert különben lehet, hogy létszámilag szaporodni fogunk, de értelmiségileg meg le leszünk teljesen amortizálódva. És nem véletlenül kezdtük el a Kati kolléganőmmel 5 éve már, hogy a szociális munkát a cigány gyerekekkel, hogy egyfajta utat adjunk, illetve az a cím is az volt, ha nem tudjuk a múltjunkat, nem tudjuk a jövőnket megalapítani. Tehát és én erre nem ez a, tehát első már megvolt, amit a Kati szervezett, ez a második, de nem ez lesz az utolsó. Jövőre többet szeretnénk más személy, tehát cigánszármazású személyeket bevonni, hogy egy ilyen jellegű előadásokat tudjunk tartani, hogy ti is lássátok, hogy valóban nem csak egy-kettő van, hanem az országban sok ilyen van. És köszönöm a István barátunknak ezt a csodás, szép életútját, ahogy bemutatta, úgyhogy nagyon köszönöm, és továbbra is sok egészséget hozzá. Köszönöm. Remélem még egyszer visszajutok, de akkor már lesz beszélt. Én nem gondoltam azt, hogy mindig, hogy ezt nekem föl kell vállalni. Én ezt a, ha úgy fogalmazzuk, hogy küldetésudat, akkor ezt mondjuk akkor tudatosult bennem, amikor fölvettek az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre. Tehát nekem nagyon furcsa volt az, és egy nagyszerű érzés is ugyanakkor, hogy a cigány soron fölnevelkedett tekenős, beállt cigány gyerek, aki nemrég még a porba szaladgált és rúgta együtt a labdát a többi cigány gyerekkel, az elsőre egy esti középiskolából előkészület nélkül fölvették a Tudományi Egyetemre, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre, és ez akkor élmény volt. Én úgy gondoltam, mint keresztény ember, hogy valószínűleg, hogy a Jóistennek van egy akarata velem, mégpedig az, hogy azt a népet, aki nagyon nehéz helyzetben van, mindennapos küzdelmeket folytat a túlélésért, azt a népet, amelyik engem elküldött és fölnevelt a cigány soron, a szüleimmel egyetemben, akivel nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek, hogy én ezt próbáljak rajtuk segíteni az én lehetőségem szerint, és talán a Jóisten úgy irányította az életemet, hogy megkaptam ehhez azt a felhatalmazást, ami hitelessé tesz mind a cigányok és mind a nem cigányok előtt, azzal, hogy bejutottam az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre, majd el is végeztem a történész-politológia szakot is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a küldetéstudat, ez onnan jött, és azóta is ez tart. Nagyon szeretnék annak a nehéz helyzetben lévő cigányságnak segíteni, aki engem kidobott, jó értelemben fölnevelt, és egyedül maradt. Senki nem foglalkozik vele, se a magyar politika és értelmiségi elit, se pedig azok a cigányok, akiket a magyar politika és értelmiségi elit úgymond vezetőknek tett. Persze soha nem voltak vezetők, mert legitimitási problémákkal küzdenek. A legitimitási számukra csak a magyar politikai elit adta azzal, hogy megveregették a vállukat, hogy jól csináltad a semmit. Ezek legtöbbször műveletlen emberek, börtönviselt emberek, számunkra elfogadhatatlanok, hisz nagyon pejoratív és negatív értelemben mutatja be a cigányokat. Azt gondolja a többségi társadalom, hogyha ez a vezető idézőjelbe a cigányoknak, akkor milyen a többi? Ezt nem tudjuk elfogadni, és hitelesíteni se tudjuk. Úgy gondolom, hogy egy más példaképet kell mutatni, egy más alternatívát kell mutatni, lehet tisztességesen, becsületesen is, nagyon keményen, kőkeményen küzdve, ugyanúgy, mint bárki más ember a Földön, hiteles képviselője ennek a cigányságnak, és hogyha hiteles képviselő megvan, akkor bízom abban, a Jóisten segítségével és akaratával vissza tudjuk adni ennek a nagyon sokat szenvedett cigány népnek legalább az önbizalmát, az önbecsülését, a büszkeségét és a hitét, hogyha csinál valamit, akkor annak lesz eredménye. Nagyon komoly problémák vannak
gondolkozásbeli problémák a cigányságon belül, pláne az értelmiségi cigányságon belül paradigmaváltásnak kellene, hogy legyen gondolat. A gondolatunkat újra kellene fogalmazni. Tehát mi az, hogy élet, mi az, hogy cél. Mikor azt látom, most értelmiségről beszélek, mert most nem beszélek azokról a diszpintjekről, akit a magyar politikus értelmiség elit nagyját tesz, nem nagyok, kicsik, csak ők nem tudják, de mondjuk tényleg akik egyetemet végeztek. Hát figyelj, nehezen mondom ki, igazából elárulták a cigányságukat. Nehezen mondom ki, miközben ők is ott születtek, nem akarnak visszamenni. Inkább elmennek Angliába, McDonald'sba. Inkább elmennek a minisztériumba, 30 ezer forintért, 50 ezerért, 100 ezerért fénymásolnak a minisztériumba. A mi nagyszerű cigány embereink. Ennek ára van. Ha 100 ezer forintért fénymásolni akarsz a minisztériumba, és büszke lehetsz arra rá a cigányok között, hát én minisztériumban dolgozok, az ára az, te nem cigánykodhatsz. Az a szakkollégistáim, akit annak idején a Roma szakkollégiumban együtt nevelkedtünk, és egy rövid ideig vezettem is, azok közül, akik a minisztériumba kerültek, senki nem maradt meg cigánynak. Senki. Igazi kollaborásokká váltunk. Szégyen. Ezt nehezen mondom ki, mert nagyon sokat kapunk a társadalom többi tagjától enélkül is. A magunk ostorozása nélkül is van elég bajunk. De az igazság az, hogy újra kellene gondolni a cigány értelmiségnek a maga szerepét és a maga életét, és ezzel az újra gondolt élettel és szereppel be kellene tölteni azt az elhivatottságot, ami őket értelmiségi cigánnyá tette. A Roma szakkollégium volt hallgatói közül, akiket én ismertem, szinte mindegyiknek vagy alig művelt szülei voltak, vagy egyáltalán. Tehát vagy analfabéták voltak, így is lehetne mondani, vagy funkcionálisan analfabéták. A Jóisten őket is kisegítette. Most elhagyták a cigányokat. Inkább a nagyságra vágynak. Inkább a nagyságra vágynak. Nem vagyunk rózsás helyzetben. A cigányság ettől már sokkal előrébb tart. Sokkal előrébb tart. Rengeteg tehetséges cigány fiataljaink vannak. Több egyetemet végeztek, több diplomájuk van, több nyelvet beszélnek. Azok sehol nincsenek. Az ilyenre szükség nincs. Még mutogatás szempontjából sem. Én úgy gondolom, hogy az ilyen embereknek úgymond bemutatása, pozitív értékeinek kidomborítása olyan társadalmi eredményekkel járna, ami az a pár százezer forintot, amit mondjuk erre költenénk, vagy pár milliót, ezerszeresen térülne meg. El kell vetni a magot, ami arról szól, legyen önbecsülésünk, legyen büszkeségünk, most nincs a cigánynak. Legyen önérzetünk, akaratunk, hogy jobbá tegyük az életünket, hogy a gyerekeinknek is jobb legyen. Mindenkinek jobb legyen.